40 házban nem volt áram, így fűtés sem Balmazújvárosban, mert egy munkagép kidöntött egy villanyoszlopot. Délelőtt Debrecenben egy hatalmas gőzoszlop okozott riadalmat. Először azt hitték, hogy a távhőszolgáltató egyik vezetéke hibásodott meg, de kiderült, hogy egy vízcső tört el a nagy hidegben. Ez az a munkagép, amelynek vezetőjének figyelmetlensége miatt maradtak áram és így fűtés nélkül többen is az egyik balmazújvárosi utcában. Tegnap késő délután 40 házban szűnt meg az áramszolgáltatás, mert a gép az árokba csúszva megrongálta a hálózatot. Oszlopot döntött és vezetéket szakított a figyelmetlen sofőr. A lakóknak az önkormányzat biztosított ideiglenes szálláshelyet, a vagyonra a rendőrök vigyáztak. A kollégáim a helyszínre mentek, ahol a közbiztonság fenntartása érdekében járőrözési feladatokat láttak el, valamint a rászorulóknak segítséget nyújtottak. A jelenlegi adataink szerint a munkagép sofőrje ittas volt, a vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A munkagép vezetője ellen a rendőrök eljárást indítottak. A szolgáltató a hibát még éjjel elhárította, így nem sokkal 2 óra után újra volt áram és fűtés a házakban. Ez pedig már Debrecen, ahol a földből feltörő gőz okozott riadalmat. Egy lakótelep felé vezető távfűtő vezeték aknáiból tört fel a gőz, ami nem kis riadalmat okozott, ugyanis sokan azt hitték, hogy a leghidegebb nap reggelén nem sokára leáll a fűtés a tócos kertben. A távvezetékünk műtárgyaiból erős gőz szállt fel. A kiérkező kollégák átvizsgálva ezt a vezetéket megállapították, hogy nem a vezetékünk hibásodott meg, ugyanakkor pedig valahonnan hideg víz került a védőcsatornánkba. A hideg víz a távhő vezetékétől felmelegedve vált gőzzé. Nem sokkal később kiderült, hogy egy közeli vízcső tört el, így a lakások nem maradtak fűtés nélkül.